Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és hát külön szeretettel. Hát nem is tudom, a nagyon kevés kapusa volt a magyar futballtörténetnek, aki egyszerre három klubban, három nagy fővárosi klubban is védett, ugye Újpest, Honvéd, Vasas, még akkor is, ha az Újpestben talán NB1-ben nem, ugye? NB1-ben. Andrus József a vendégem, jó estét kívánok, szia! Szia! Üdvözlöm a nézők! Azt olvastam, mert ezt nem tudtam volna fejből. Én azt se tudtam egyébként, hogy védtél az Újpest, tehát fejből nem vágtam. És hogy azért mentél Dorogra, mert már eleged volt abból, hogy az Újpest folyton kölcsön adott. Ez igaz? Van benne igazság, de nem azért mentem el. Igen, hát tulajdonképpen... Kilisvörösvárról, igen, közel van Dorogra. Az volt az egyik ok, a másik ok pedig az volt, hogy az Újpest kölcsön adott a 22-es volánba, amelyik aztán megszüntes, ebből lett a nagy volán, amelyik aztán később NB1-en is játszott. És hát ott a kis a 22-es, az még ki játszott talán ott, Rákos Csabán? Csabán Samutére. Az is ott játszott? Ja, nem, az már a nagy volán játszott. Ott először ott játszott, aztán utána Rákos Csabán, az Isten háta mögött. Nem, most Pilisvörösvár sincs közel. És Pilisvörösvár sincs közel. Így van, úgyhogy Dorogról megkerestek, és igaziból védtem is, nem is védtem padon. Tehát a Dorogról azt mondták, hogy nekik egy ilyen kapus kell. Akkor ez MB2 volt? MB2, még bronzérmet is szereztünk, 2 évet voltam ott. És én a Kertészeti Egyetemre jártam, nappali tagozatra. Borászatra? Borászat, igen. Na várjál, beható egyébként? Most nem ügyeskedem. Csinálni életemben nem csináltam meg egy decit se. Kóstolni viszont... Ezzel a, amit, azzal kezdtél valamit? Azzal a szakmával valami nem, is? Nem, azért kezdtem egyetemre járni. Hát mondjuk nem voltam egy rossz tanuló, ez volt az egyik, és anyukám azt mondta, aki tanítónő volt, hogy fiam, akkor futballozhatsz, hogyha lesz egy diplomád is. Tehát ezt te úgy kész, és én úgy is ezt nagyon komolyan vettem, és akkor elég erős. És ugye Pilisvörösváron laktunk, a Cérnagyári pályára, a Fóti útra jártam, busz, villamos, és ráadásul ugye az Apácai Csere János gimnáziumban jártam a belvárosban. Tehát Pilisvörösvár reggel 6-kor az Apácaiba, az az ország legerősebb gimnáziuma volt. Onnan 1 óra, 1:30 volték a tanításnak, föl a villamosra, végig a Váci úton, végig ki Újpestre a Cérna pályára, onnan haza Pilisvörösvárra, este 9-re értem haza, reggel 6-kor indultam, este 9-kor. És akkor tanultam még hajnali 1-ig. És reggel 6-kor keltem. Tehát én egy ilyen kemény fiú. Igen, mert a mamám mondta, így mehetsz. Így, ha csinálod, akkor így. És mert ennyire szeretted a futballt. És az volt a szerelem, persze, így van. Az ember, ha a futballt szereti, soha nem védeni szeret, gondolom én. Tehát az olyan ember, mint én, tehát én utolsó, hiába. Mert te normális vagy, de kapusok nem normális, mint tudjuk. Én sem vagyok normális, mint tudjuk, de mindegy. Miért pont védeni? Hát a papám kapus volt. És Soroksáron védett, aztán akkor másod-harmad osztályban játszottak. Tehát ez valószínűleg genetikailag onnan. Az én élményem, ami eldöntötte, hogy nem mezőnybe, hanem kapuva, az az volt, hogy én vagyok mi négyen vagyunk testvérek, fiúk, de én vagyok a legidősebb. Lehettem, hogy 6 éves, alattam lévő öcsém az volt 4. Tehát azzal még nem nagyon lehetett futballozni, de én 6 évesen már valahogy futballozni akartam, és velünk szemben Pilisvörösváron lakott egy fiú, aki kb. 10-el volt több, mint én. Tehát ő már nagy fiú volt. És azzal néha fociztunk, de úgy, hogy engem beállított a kapuba, ő meg kapura lőtt. És egyre emlékszem, hogy volt egy lövése, amit kiütöttem, és én berepültem a kapuba. De a labda kiment. És ez az élmény. Hős voltál. És hős voltam. És ez az élmény volt az én agyamban, ez rakódott le, ez maradt meg, hogy ez barom jó. Hát, ez egy nagy érzés, ez egy barom jó érzés, és ettől kezdve én kapus akartam lenni. Hát ugye, ha az Újpestben nem védte is az NBA-ben, a Honvédben és a Vasasban jó sokat, több mint 200 meccset, most az érdekes, hogy az első meccs azért ebben már jobb vagyok kicsit, mint az újpesti időkben, hogy épp a Honvéd és a Vasas egy játszott. Egy stadionban 2-ös meccs, az volt az első meccsem az NBA-ben. Nézőszám? Hát 50-60 ezer körül lehetett. Már nem az igazi? Hát. De azért te védtél,
Teltházason is. Teltházason is, igen. Jó, majd ezt 50-60 ezer, és a Honvéd nyert. És a Honvéd nyert 3-1-re, Váradi Béla rúgta 11-esből a gólt. Nem védted ki még a Béla 11-esét sem. Másik oldalra vetődtem, tehát a jobb kezem ez rúgta, és biztos az voltam, hogy... Az a nem tört el a kezed. Nem, hát viccelek. Nem, hát viccelek. Azt úgy, hogy szokta, hogy kajakból... Igen. Ott kevés, ha nem rúgta el a keletnél, ritkán rúgta el, de láttam tőle 11-est, ami a keletibe ment. Jó, de ha eltalálta, akkor nulla esélyed volt, persze. Hát, igen, de a 3-1, az a Váradi 11-es, Kis Laci a pályán volt, Izsó. Mindenki. Ez egy komplet vasas volt. Jó vasas. De akkor ez már egy elégen felfelé jövő Honvéd volt. Hát sőt. Akkor várjál, abban az évben csak bronzérmesek lettünk, tehát az volt az első évű. Hát azért aztán kik utána... voltak benne, meséljük el. Hát ez egy Nagy Anti, Détári, Gyimesi, Eszter, Dajka, Varga, Dajka, Bodonyi, Béla. Igen. Ja, igen, Marcit mondtad. Hát azért... Garaba. Hát... Elsősorban. A Salai még nem volt a következő évben, lett a Salai. De hát annak a nagy Honvéd, Varga Kacsa, annak a utána a bajnokságokat nyerő Honvédnak ez már a nagyon-nagyon komoly alapja volt. És kezdeném a Garabával, mert azért ő volt a legtöbbször válogatott. 82-szer. Így van. Ez egy oszlop, az neked sokat segített. Hát a Nagy Antival középen ketten, az két. Tehát azért volt jó abban a csapatban védeni, mert egy olyan szintű összhang, eleve, ugye a Vezé Gyuri féle válogatottban tanultuk mi a modern futballt, és ezt szó szerint kell érteni, az akkori idők szerintem kimagaslóan a legmodernebb futballját játszotta az a magyar válogatott. Taktikailag mindenképpen. És ezt ugye mi, mint 8-9 honvédos válogatott kerettag, ezt átittük a Honvédba is. Tehát egy olyan szintű automatizmus, együttműködés volt a védekezésben, állunk a kapus, a két belső védő, ki merre mozgott. Beleszóltok egy pillanat, ez érdekes, hogy a Gyuri már mezei, ugye a Honvéd uralta a válogatottat, tehát 7-8-9 ember állandóan benn volt a keretben, de a belső négyes, amelyik a védekezett, az ugye csak két honvédos volt, mert a Kardos és a Rót nem honvédos volt. És mégis arra épült az egész csapat, szerintem jobban épült, mint a Détárira, vagy a Kiprichre, vagy a... Hát előrefelé rájuk épült, de a labdaszerzés része, ami hát a futballnak az alapja, az volt a kemény része, az volt az európai csúcs része. Előrefelé is jó futballt játszottunk, de az nem volt annyira megszervezve, az volt, hát ez volt nem hagyva. Ennélkül nem lett volna. Jó, de ez egy tökéletes egységet alkotott, ez a emberileg is, tehát a Kardos Józsi is, meg a Rocsó is, tehát így ez a négyes, ez tökéletes volt így együtt. Igen. Csak azért mondta, hogy a Honvédban a Komora ezt nagyon akceptálta, ugye? Akkoriban ő volt. Mikor te, hát téged is odakod be. Ő hozott oda, így van. Igen. Azért, mert szorgalmas voltam, azt mondta, azért igazolt le. Hát azért. Volt ott más is. Jó, hát biztos, tehát... Velem szemben ül egy ember, ma már, hát ha kihalóban nem is, de szóval hát egyre inkább elfeledett fajta, aki labdarúgóként látott még világbajnokságot. Már magyar labdarúgóként, a helyszínen. Igen. Hát, Igen. Tovább megyek. Ugye a selejtezőkön 6 meccs volt, ugye? 3-an te védtél, ha jól emlékszem. Igen. Ezek közül az egyiken, hát az szerintem máig ható győzelem volt. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás legnagyobb diadalainak egyike volt Rotterdam. Egy meghatározó meccse volt, ez kétségtelen. Úgyhogy még mi hagytunk ki 11-est. Nem akarom megnevezni, Varga Katy, ugye? De szóval, hogy tehát még nagyobb különbséggel is győzhettünk volna. Hát azért ott Van Basten, aki szerintem a korának legjobb európai. Hulit, Rijkaard, Van Basten, Kieft, Van Breukelen. Hát mondjuk elég csak a Hulit, Van Basten, hát már a szögletek, a Rijkaard is jött. Igen. És hát ott hát egész jól védte. Egész jól védte. Na jó, de most ebben már mesélj erről valamit, mert azért hát ez nem akármilyen élmény lehetett. Hát még nézni sem, de látszani. Jó, hát Feyenoord stadion, teltház. Hát persze. Ez kb. 80 ezer ember. Úgy mentünk ki, hogy hát Szepesi Gyuri bácsi volt a MLS elnöke, és végig azzal nyomultam ezzel Gyurinál, hogy de ki fogja fogni a Rijkaardot? Ki fogja fogni a Van Basten? Gyuri bácsi, senki. De Gyuri, de ki fogja fogni?
Gyuri bácsi, senki. Tehát nem értett, abban az időben a magyar futballban nem értették, hogy mi az, hogy nincsenek kiosztva emberek. Hát mindenki fogott mindenkit, ahogy a játék szerkezetéből, a játékrend, magából a játékból adódott. Abban az időben még nem nagyon volt letámadás, ugye, amit mi játszunk. Mi játszunk, középpályás labdaszerzés, pressing, gyakorlatilag pressing. De csak a középpályán volt, mert nem mentünk a 16-os előtt, nem? Ott hagytuk őket. A hollandok azt nyilatkozták a mérkőzés után, hogy ezt meg kell vizsgálniuk, hogy hogy lehet, de magyarok többen voltak a pályán, egész biztosak benne, mert olyan feelingjük volt, hogy mi egyel többen vagyunk a pályán, mert mindig ott volt valaki, de ez volt ez, erre mondom, hogy Európa legmodernabb futballját játszott akkor Magyarország, és hogy milyen eredménye volt, a világranglista második helyén volt Magyarország. El tudod képzelni ezt ma? Hát vicces, hát még második. Akkor is 17 éve tett már, amikor az előző második helyezés volt, és akkor a, nem tudom, Albert Farkas. Igen. Egyébként a taktikához annyit, hogy nem elvéve tőletek semmit, de szerintem, szóval, hogy mondjam, a 67-es második hely az ugye extraklasszisok seregében. Ja. Itt nem voltak extraklasszisok seregében. Itt nem volt. Itt jó, voltak jó futballisták, nagyon jó futballisták, és volt egy Mezei Gyuri. Tehát volt egy Mezei Gyuri, aki egy olyan szintű taktikával lepte meg ezt az európai futballt, olyan szervezettséggel úgy megtanította együtt mozogni, mintha tényleg többen lennénk a pályán. És az az érdekes, hogy tizenvalahány évvel később, nagyjából ezzel az öreg válogatottal elmentünk egy öreg fiúk mérkőzésre. Meghívtak valaminket játszani, nem tudom már pontosan hol játszottunk, de fiatal emberek ellen játszottunk. NB3-as csapat, 20-30 évek elején, tehát ilyen sprinteltek, mint a nyulak össze-vissza. Elkezdődött a meccs, és ugye gondoltam, hogy mi lesz egy 8, meg mekkora égés lesz. Ugye nyertünk 4-0-ra. Olyan szinten 15 év után együtt mozogtunk, hogy komolyan mondom, hogy ilyen nincs. Abban a pillanatban egyik föl, hogy tolódott a helyére, középső védő ki, én. Brutál. 15 év után, mintha előző nap álltunk volna. És ez mindenhol sikerült, a Hollandiától az NSK-ig, ami, ugye? Így van. Csak Mexikóban nem. Spanyolok el. De még spanyolok el, úgyis, hogy nem csak 1-0 volt, hanem 3-0 is. Igen, így van. Idegenben mind a kettő. Így van. És úgy, hogy nem tudtak megmozdulni. Igen. Pedig ott is több játékos, tehát a klasszis játékos. A klasszisok ott voltak, de ez a rendszer már a klasszisok ellen is jó volt. Igen. Mondom, nagyon jó játékosaik voltak. Igen, abszolút. Elől Kiprich, Nyilasi, Eszterházi, Détári, ez mind abszolút. A négy nagyon jó. Abszolút, Európa klasszis futballisták voltak, de mégse voltak olyan szintű. Hát nem volt Igen. Aranylabdásunk nem volt, aranycipősünk nem volt, tehát ilyen szinten. Butragény jól játszott a spanyoloknál, csak úgy mondom. Igen, tehát ilyenek. Na jó, szóval mindegy. És hogy Mexikóban nem. Hát az volt az egyetlen helyen, ahol az nem ment. Én emlékszem, hogy Cardiffba kinevettettük a Velszi csapatot. Majdnem, hogy kinevettettük, pedig az nem volt. Emlékszem, Döminek arra góljára. Csiki-csuki, hát persze. Amikor megcsinált egy lövőcselt, és a kapusuk a Sadel nevezetű. Az nem akárki volt. Az akkor az angol a Premier League legjobb, magasan a legjobb kapusa volt. Magasan a legjobb, és a Dömöt csinált egy lövőcsőt az ötösöt, az kivetődött, kicsúsztott a 16-os oldalvonali majdnem, és a Dömöt bepasszolt a nulláról. Hát az. Igen, de ott is a Gyuri is rúgott egy valamit ilyesmit. De ott is a Gyuri zsenialitása. Tehát ugye akkor a brit futball arról szólt, hogy megkapták, megtolták, fölívelték. Megkapták, tökéletesen lekezelték, megtolták, fölívelték. Gyuri meg azt mondta, hogy semmit nem kell csinálni, nem fogják fölívelni. Igen. És ahol például megkapta, megtolta, és már ott állt előtt egy magyar játékos. Tovább passzolta, megtolta, fölnézett ívelni, már ott állt egy magyar. Nem tudták fölívelni. Tehát nem voltak fejpárbajok, nem tudták használni a saját fegyvereiket. És igen. A kontrálabdát szereztünk, kontrából pop. Szevasz. Igen, hát ez nem volt. De Mexikóval nem is. Kivéve Mexikót, hogyha az a világbajnokság nekem meggyőződésem, tehát én el tudom neked sorolni az első pillanattól kezdve az oroszok elleni meccsig bezárólag ki, hol, milyen hibát követett el, de most azt gondolom, nem nevesítve nem nagyon szeretnék én ebbe belemenni, de tényszerűen el tudom mondani, ki mikor, hol hibázott, hogy ez így alakult. Játékosok is tömegével, a Gyuri is, de
ez egy, ahogy a sikereket is együtt raktuk össze, ugye ezt is. Azért ezt árnyalnám. Én árnyalhatom, mert én azt gondolom, hogy az nem volt egy futballmeccs. Tehát az volt kintről az élményem, hogy mindenre fáziskésésre reagáltunk. Mindenre. Tehát minden egyes mozdulat előbb elrúgta a szovjet, amelyik nagyon tele volt klasszis játékosokat, de ez nem arról szólt. Két dolgot mondanék. Az egyik. Déli 12-kor 42 fokba ezekkel a kétméteres nagyanti, kétméteres rótanti, 96 kilós Kardos Józsi. És a pressinget. És a pressinget nem lehet megcsinálni. Nem lehet. Ezt ugye most én edzősködöm, most már jó hosszú ideje válogatott, de NB1-es csapatok egyebek, meg volt saját csapatom 10 éven keresztül, tehát voltam vezetőedző is. Nem lehet megcsinálni. Kizárt. Igen, de akkor se 10-0, mert a játéképpen 10-0 volt. Egy. A másik, túl lettünk edzve. Tehát ha ki akarom mondani az igazságot... Na, ezt nem tudtam mondani, hogy erről a játékosok mit tehetnek. Azt tehetik a játékosok, megmondom, mit tehetnek, hogy... Elfogadjuk, a Gyuri csinálta az egészet. Ezt Gyuri, én is tudom. Abszolút. Csinálta az egészet. Május 1-én kezdtük a felkészülést, az MTK pályán volt egy felmérés, de szerintem senki nem tudja. Tudod, akkor mondjam az eredményeket? Volt egy Cooper teszt, 30 méteres futások. Jó, de előtte 3 nap szabadság volt, ha jól emlékszem. 3 nap, érted, tök mindegy. Nem fordulhat elő, nem fordulhat elő, hogy Töröcsik Andris 2300 métert bírt lefutni 12 perc alatt. 2300-at. 3200 volt a minimum szint. A legjobb eredmény volt ez a 3200 méter. Tehát a csapat, mi 8 héttel korábban megnyertük a bajnokságot az NB1-be. Tehát 8 hetet mindenki már nem csinált semmit. Tehát ennek volt egy ilyen előzménye, hogy a Gyuri megkapott egy válogatottat a béka feneke alatt. Fizikális állapotban, és neki el és kellett dönteni. A 3 napnak semmi köze nem volt ehhez. Az semmi, hogy 3 nap, és tök minden, nem 3 nap volt, hát 2 hónapot, 2 és felett nem egyetlen. Jó, de hazajöttetek, és 3 nap, mielőtt a teszt volt, tehát ugye szabadság volt 3 napig. Mert ugye annak tulajdonképpen lehetett, hogy ki mit csinált. Nem, annak sem. Hát, hogy Oszkó volt a teszt, mert... De hát ezen most már nem menjünk be. Teszt, tök mindegy, mit csinál, figyelj. Olyan is, hogy 2300 métert fuss 12 perc alatt. Ha egy bárból berúgva mész oda, akkor se futott. Hát akkor mégiscsak jól mondom, hogy az nem nagyon volt futballmeccs, mert annyit rúgtak van másodfélben, szerintem már nem is akartak rúgni. Hát a Gyuri kénytelen volt, ugye eleve magaslat, ő tudta, hogy a magaslaton egészen más fizikális terhelést kap a szervezet, ő arra föl akarta készíteni a csapatot. 3 edzésünk volt minden nap. Reggel 7-kor úszodába kezdtünk víz alatti úszással, hogy táguljon a tüdő, hogy szokja a légritka. Délelőtt fönt, szintén magaslaton, osztrák magaslati táborra voltunk, magaslaton egy brutál tüdőre szakító edzés, majd lementünk tengerszintre egy pályát. Figyelj, én 5 kilót fogytam a nem létező súlyomból az edzőtábor alatt. Olyan mennyiségű melót végeztünk el. Szepesi Gyuritól úgy tudom, hogy a Emil haza akarta volna rendelni a csapatot onnan Ausztriából. Hát az is benne volt, persze. Az is benne már Ösztereki-erről beszélek. Igen, Ösztereki, igen. Hát csak a nézőnek a Burcsa Győző, aki szintén kerettag volt abban a csapatban, ő akkor kint játszott ugye Franciaországban, első osztályban, és ő a következő mondta, hogy csufi, vagy mi világbajnokok leszünk, vagy úgy le fogunk égni, mert én még életemben nem edzettem, mondjuk akkor 34 éves volt, és mondom, kint profiskodott top-top szinten. Tehát... Igen, emlékszem, a Nagy Anti ráhagyta valakire, hogy 4 között leszünk, és aztán ez föl lett dobva. Ez föl lett dobva, igen. De föl ezt komolyan dobva. Gondoltuk egyébként. Tehát én a 8-ban biztos voltam, tudti, egész 100%-os, és a 4-ben is azt gondoltam, hogy szerencsével be lehet kerülni. De azért itt egy kis óvatos megjegyzést. Én is úgy gondoltam, hogy be lehet jutni a 16-ba, 8-ba, a 16-os sorsolásnál, de tovább jelentni a 16-ba, és ott sorsol, nem tudom, hogy ki jön. Egy góllal estünk ki. Tudom, így mert is, a 6-ta, igen, ez így van. De nem voltunk erő, még a franciák ellen sem voltunk erőben. Tehát teljesen mindegy, hogy tovább jutott, hogy úgyis ki. Tehát láttam, nem játszott. Semmi nem volt abból, a régi csapatoknak semmi nem volt belőle. Igen, ez így van. De hogy azt mondom, hogy a olyan csoport ellenére, ahol 2 világklasszis válogatott játszott, mert az a 86-os VB-n szerintem volt legalább 10 világklasszis válogatott.
nem biztos, hogy mi köztük voltunk, tehát a taktikailag. Taktikailag igen, de azért ott már számít az egyéni kvalitás, ami számítanak. Is, jó, én kijártam meccsekre, de azért nem tudtuk így a világot. Tehát, hogy a franciák ennyire jók. Igen, persze. Hozzáteszem, hogy ennek semmi köze ahhoz, ami történt. Igen. Mert nem futball, ha nem futball, akkor nem futball. De a szovjetek retteltesen jók voltak. A dánok minden idők, utána az Európa bajnok csapatoknál is jobb csapatta. Ugye az NSK, Argentina, Brazília. Hát Brazília, Franciaország, az milyen megy? Hát ez milyen színvonalon mozgott? Hát ezért mondom, mi nagyon ritkán láttunk ilyen szintű futball. Hozzátéve, hogy természetesen mi megvertük sorba a hollandokat, a németeket és a brazilokat is. Igen, úgy, hogy fel tudtunk minden egyes mérkőzésre külön készülni. Volt egy hét szünet, válogatott edzőtáborok a meccsek között. Ma készülhetnének 30 hetet együtt. Persze. A brazilokat akkor se verik meg. Jó, egyetértek. Ezzel is egyetértek, de azért megint más, amikor három naponta meccset kell játszani, megint más, amikor, mondom, annyira más klíma volt, hogy Ezt nem kell mondani, amikor beléptem a stadionba, én még nem voltam addig Mexikóba, és hát beléptem a stadionba, azt hittem, hogy meghalok. Pedig nekem nem kellett játszani. Hát, csak mert ott beszorul a levegő. Persze. Még a pályán is, hiába persze. Van az nyitva. És várj, és olyan fű volt, mintha a perzsaszőnyeg lenne, mert ugye ez a víz... A dél-amerikai, ez a... Azt imádják. Méz benne, mint a homokba futnál. Tehát ez nem is dél-amerikában, de olyan de típusú. Olyan. Igen. Hát igen. Úgyhogy ez nem a mi VB. Azt kezdtem mondani, ha ez a VB Európában van, és akkor este 8-kor villanyfénynél játszunk, akkor megvan a 4. Vagy a 8. Hát az sorsolás. Hát utána már meg az én ott úgy láttam, hogy nagyon sok a nagyon jó csapat. Igen. Tehát Uruguay kapott 6-ot. Tehát, igen, és dánoktól. Volt... Igen. De, és Uruguay sem volt gyenge. Nem. Tehát nem azért kapta a 6-ot, mert... De mi másért kaptuk a 6-ot. Mi nem azért kaptunk a 6-ot, mint Uruguay. Uruguay azon a napon indisponált volt, hogy rosszul játszott, vagy mit tudom, hogy a dánok jól játszottak. Mi nem játszottunk sehogy. Nem. Tehát... De nem erről akkor, mi nem akkor kell. Fogvicsorgatva küzdöttük végig ezt a VB-t, hiányzott a játékunk, hiányzott a minden, ami előtte működött, az ott nem volt esélyünk. Józsi szegény hasra esett a Kanada ellen a Zicserbe, sose felejtem el a fűszába, és senki nem volt előtt, és nem akarok kínálni. Tehát nagyszerű játékos, a Feyenoord egy legendája, ami máig. Máig is, így van. Tehát a legnagyobb legendák, tehát ilyen Van Hanegemekkel együtt emlegetik. Igen, tehát óriási. És hát nagyszerű játékos volt, tehát nem ellene mondom, de hogy sose felejtem, hogy mit tesz Zicserbe, és elesett. És nem tudtam meg, tehát csak azt hittem, hogy hát nem jár a lábán, körülbelül az néz. Hát nem is állt a lábán igaziból, tehát az a klíma, a meló és a fű. Mondom, persze, hogy a homokba futsz. És ha nincs, nem vagy friss, nincs meg az erőd, elfogy. Végén meg megbillent, megrocs. Most azt kérdezem tőled így visszatekintve, akkor persze nyilván nem gondoltál rá. De így visszatekintve, tehát egyáltalán eszedbe jutott az idő alatt, hogy eltelik, nem tudom én, több évtized. És soha többet nem látsz magyar játékost világbajnokságot? Hát biztos, de nem jutott eszembe. Azért nem jutott eszembe. Hát akkor nem, de azóta. Azóta tudod, mi foglalkoztat mindig? Hogy miért kell egy sikercsapatot szétverni a repülőtéren? Hát szerintem a bundabotrány verte szét. Nem a repülőtér verte szét. Nem, a maga ez az eredmény verte szét. Az egész bundabotrány, a 9-ben még kijutunk, szerintem. Azzal a csapatta, mert az... Hát itt a Gyuri is gyakorlatilag magába roskadt, tehát ezt, oké, azt nagyon elrontottuk ezt a világbajnokságot, nem kérdés, ez a csapat, ez előtte a világ második legjobb csapata volt a világ, az UEFA ranglistáján, vagy a FIFA ranglistáján. Ezt egy kicsit racionálisan, nem ösztönből meg, düböl gondolkodó, akkor ezt a csapat azt kell mondani, hogy ez nem, de akkor tessék elindulni a következő. Tehát picit, de ugye egy más közeg volt, egy más vezetési stílus. Aki hibázik, az büntessük meg, vágjuk a fejét. Tehát ez nagyjából ez történt, a szét lett verve. De jó, számított bundabotra, ami sok minden számított utána. Nem tudjuk, hogy mit írsz, de itthon lincs hangulat van. Emlékszem. Hát tudom. Hogy én nem tudom, milyen volt itthon, de... Hát most nem akarok nevet mondani, az a vezető, aki az akkori magyar államot képviselte a csapatom belül, az ott lakott velünk a táborban. Nem tudom. A vereségig.
majd az a lendülettel, amikor kikaptunk, fogta magát és kiköltözött, és ő mosta kezét, hogy neki semmi köze ehhez a csapathoz. Ismertem néhány embert, aki addig nagyon szeretett benneteket. Igen. Tehát jó, hát ez volt a... Ez volt a kultúrája a karendnek. De ez nem, ez rendben van. Ezen át, könnyen átlépek. Csak azon, hogy lehet, hogy ha ott nincs ez a gigszer, ami hát nem is futball, mondom, akkor azért nem az az utolsó VB szereplés? Biztos. Én biztos vagyok már benne. Igen. Biztos vagyok benne. Így van. Igen. Hát ez a szomorú ebbe. A legszomorúbb ebbe. De hát azért annak örülhetsz, nem? Vagy azért végig is ebben benne voltál ebbe a társaságban? Igen. Igen. Történelembe kerültél. Igen. Pláne menni, Kis Laci szokta mondani már a Vasas csatára, hogy mennél több időt telik el a játékos pályafutása óta, annál jobb játékos lesz. Jó, hát ez normális, mindenkivel így van. Tehát ha visszanézem még a előző generációkra is igaz ez, hogy akkor szépre emlékezel, a szép marad meg, természetesen az embert az agya mélyén megőrzi a rossz dolgokat is, a bal sikereket is, de szívesebben jobban előjönnek a sikeres időszakok, tehát ez teljesen normális. Na jó, ezzel neked a bovolt bőven még egyet meg akarok kérdezni, ha már itt a 13. keleti televízióban, még akkor is, hogyha az egész országban látni már, hál' Isten, a műsort, hogy hát azért nem keveset érte a Vasasba se, de nem keveset, azért 75 meccs az sok. Hogy neked angyalföld, jó, hát szerintem te lelkedben azért mégis honvéd játékos maradsz, még ahhoz fűződnek. A sikerek oda fűznek. Hát volt egy bronzérem, volt három aranyérem, egy kupagyőzelem, egy kupaedzőérem, tehát egy VB kijutás. És a legszebb időszakod. Megmeccsek sorozatban, tehát az egy más színvonal volt. De hogy angyalföld, neked kedves? Imádtam itt lenni. Imádtam a csapatot, imádtam a játékostársaimat, a közeget, minden nagyon rendben volt. És azt mondom, hogy persze volt különbség futballtudásban, de nem akkora, mint helyezésbeli különbség. Tudom, a Honvéd és a Vasas között. Hanem mentális különbségek voltak, hozzáállásbeli különbségek, profizmusbeli különbségek. Hát edzésben a Honvéd játékosokra sokkal jobban hatott a Mezei. Hát Vasas játékos nem volt a keretben, Kis Laci óta. Igen, így van. Hát ez nagy különbség. De azért nem volt, mert máshogy álltak az edzésekkel. Szerintem fordítva van. A nagy Antiék is jobb futball. Ti jobb a futballisták lettek a Mezeitől. Ő nagyon sokat hozzátett, ez nem kérdés, de eleve, hogy bekerülhesse a keretbe, azt ki kell érdemelni. Tehát ez fordítva indul. Ha nincs meg az a mentális háttér, akkor nem válogatnak be. Ott aztán ragad rád, meg csiszolódsz, meg nemzetközi szinten játszol, legjobbak ellen. Marci jobb játékos lett a válogatottban, mint amilyen volt előtte. Persze. Nem kérdés, de Kiprik Marci valami miatt oda került a válogatottba. Miért nem került oda Vasasból? Hát azért került oda a Marci, ahogyan bepöciszte a, nem tudom, Rotterdamba. Hát azt nem lehet tanulni. Azt nem lehet tanulni. Na rendben van. De persze, de jobb játékos. Nem hittük volna, hogy ennyire jó játékos. Igen. Amíg nem lett. Aztán kiderült, hogy ennyire. Ez is tehetség. Ugye ez a tehetség. Bekerülsz valamibe, és az a kérdés, hogy az agyonnyom-e, az a magasabb szint, azok a nagyobb terhelések, az a pszichés nyomás, vagy pedig arra készített, hogy erősebb legyél. A tehetséget arra készteti, hogy legyőzze saját magát és fejlődjön, a gyengét meg agyonnyomja és megég. Hát azt hiszem, hogy a Honvédban ugye a legfőbb hangadó a Nagy Anti volt, de szerintem a Garaba, Nagy Anti, mondjuk ez a két ember, tehát a Garaba mentalitása az átragadt videk. Ott nem lehet szórakozni. Azt nem, a persze. Garaba sose lett volna 82-es válogatott, hanem olyan... Persze. Hát a Garabára, csak mondok egy példát, az volt a jellemző, hogy nem, szintén nem akarok nevet mondani, egy fiatal játékos került be a keretbe, tehetséges volt, fizikálisan is rendben volt. Csak hát, szertelen. És akkor ott edzésen elkezdett szórakozni valamit, csak az Imre rászólt, hogy csináld normálisan. Játék közben bebőrözött valakit, és akkor elkezdett. Nem tudom, tehát ilyen valamilyen. Imre rászólt egyszer. Rászólt másodszor is. El fogom törni a lábadat, ha szórakozol. Ha legalább vigyorgott. Harmadikra úgy ment oda, hogy a gyerek a lelátó, gyerától a komora, elfordította a fejét, mintha a világon semmi nem történt volna. Add le, mondjuk. Igen. És kész, és mindenki megtanulta.
Havertz. Te kész, ez a pillanattól kezdve látta, hogy a Komora nem kapja föl a vizet, észre, úgy csinálunk, de észre se vette volna, az Imre megfegyelmezte, de úgy, hogy tényleg hajszálon búlott, a gyerek nem töri darabokra a lábát, kész. Megmondtam, hogy járunglak. De kiderült az elmúlt fél órában, hogy egy kapussal is marha jó beszélgetni. Komolyan mondom, ide figyelj, és azon gondolkoztam, hogy még elhallgatnálak egy ideig, mert tényleg, ezek nagyon, nagyon tanulságos idők voltak. És ha kicsivel több szerencsétek van, akkor még inkább, most már legendák lettetek. Ha lehettünk volna igazából a legendák, ha ott a kinövében. Az utókornak hála. Igen, jó, hát ez a... Az utókornak hála, igen. Mert 6-0 ritka, vagy 0-6-tal ritka lesz legenda az igen. ember. Igen. De azért... De legendák lesznek a Gyugyiék is azzal, hogy kijutottak az EB-re. Gondolod? Hát biztos. Biztos, 20 év van néz majd meg, ha addig nem jutunk ki még egyszer az EB-re, aminek én is részese voltam, mert ott voltam végig kapus edzőként a válogatottban. Egészen. Tehát hát én vagyok az egyedüli magyar, magyar futballban, aki kim volt az utolsó VB-n, és az utolsó EB-re is felkészült. Hát végig, gyakorlatilag az utolsó meccset leszámítom, amikor a Mester Stork megköszönte a magyar team együttműködését. Hát nyilván. Én nem volt egy túl fair történet, de mindegy, túl vagyunk rajta. Hát tudod mit? Én a helyedben inkább Mexikóra gondolnék, még akkor is, ha 0-6 volt. Vagy mondjuk Rotterdamra. Jó, azt már... visszajön sokszor, visszajön. Igen? Persze. Amikor tanítom a kapusaimat, akkor nagyon sokszor visszajönnek azok az élmények, azok az egésznek a feelingje, hogy egy 80 ezer ember előtt egy ország futballját meghatározó, VB-selejtező, egy jóval esélyesebbnek tartott, sztárokkal teli csapat ellen, hogy készüljél, vagy hogy tudod elviselni azt a nyomást. Mert ebbe ez a nehéz. Mert felkészülsz minden egyes edzésen, hát dolgozni. Ez a legfontosabb egy bizonyos futballtudáson túl. Igen. Mert ahhoz kell egy olyan csapat, amilyen volt. Ha ma ezt hiába a nyomást elviseled, de nem tud úgy futballozni, akkor ez nem... Persze. Hát tudod mit? Józsikám, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Én remélem a nézők is élvezték. Én jól, tehát én el voltam ebbe a fél órában, ahogy hallgattalak téged. Egy hét múlva találkozunk. Köszönöm még egyszer a figyelmet önöknek is. A viszontlátásra.